2002. október 20-a. Önkormányzati választások. Nem mindegy, hogyan szavaz. Érvényesen így. Jöjjön el, mert önön is múlik. Átváltoztatjuk. Ahogyan kinéztünk 5 évvel ezelőtt, és még annál is régebben. Fókuszka. A kezdeti lépések, csetlések, botlások a saját házunk tájáról. Ma 5 éve annak, hogy útjára indult az RTL Klub. 5 éve szórakoztatjuk, informáljuk önöket minden áldott nap, kora reggeltől késő éjszakáig. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Talán önök nem emlékeznek annyira pontosan, mint mi, de Márti, te biztosan emlékszel még arra, amikor pontosan 5 évvel ezelőtt hajnali 5:30-kor gyülekeztünk, hogy mindannyian ott legyünk, amikor először megjelenik a képernyőn az RTL Klubnak a felirata. Nem lehet elfelejteni. Akkor indult minden egy fiatal és lelkes csapattal az önök szórakoztatására. Voltak már ismerős arcok, és voltak olyanok is, akik akkor tűntek fel legelőször a képernyőn, és ma már mindenki ismeri őket. Garantálhatjuk, hogy megdöbbentő képek következnek. Láthatják például Erős Antóniát még hosszú hajjal az RTL előtti korszakból. Szellő Istvánt vívás közben, és felidézzük a 30 évvel ezelőtti Vágó Istvánt is, aki már akkor is játékot vezetett, bár egy kicsit másképpen nézett ki. Többször téged hátulról látunk, elég keveset vagy a képernyőn szembe, de azért úgyis megfordultál már. Milyen érzés akkor ott a kamera előtt állni? Nagyon jó érzés nekem, mert szeretem ezt csinálni. Ismerősnek ismerős, de talán mégsem tudják honnan. Hadd segítsek. A képen látható ifjú hölgy az ország egyik legismertebb arca. Épp csak karrierje hajnalán. Igen, Erős Antóniát látja a kedves néző egy elkallódott felvételen még az előző századból. Az a baloldali fiú pedig nem más, mint leendő munkatársa, az épp csak felcseperedett Szellő Pista, aki ekkortájt még úgy tervezte, népszerűségre vívó bajnokként tesz majd szert. És hogy hogyan lett összefüggés az előbb látott fiatal riporterlány és a fes sportoló között, nos ez nem sokára kiderül. És győz Szellő István. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket! Jó reggelt kívánunk! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Reméljük, ők azért már ismerősek egy kicsit. Ki előbb, ki később csatlakozott a csapathoz. És persze olyan is akad, aki már másút szolgál. Egy azonban közös, ők mindannyian a nagy családhoz tartoztak, vagy tartoznak a mai napig is. És hogy most miért is vonultatjuk fel őket, talán hihetetlenül hangzik, de életünkből azóta éppen 5 év telt el. És ez, lássuk be, ad okot bőven az ünneplésre. A nagy szavak helyett azonban most dőljenek kényelmesen hátra, és izgulják végig velünk még egyszer azt az októberi hajnalt, akkor 1997-et írtunk. Reggel 6 óra egy félreeső, konténerekből álló labirintusban. Felvonult a teljes vezérkar, egybegyült az ünneplő tömeg. Már csak néhány másodperc, és elindul egy új televíziós csatorna, amelyről a nevén kívül nem sokat tudunk. Íme az RTL Klub. Szép estét kívánok minden kedves nézőnknek! Új feladat, új játékos. Kérdés továbbiakban is, meri vagy nem meri? Bizony úgy alakult, hogy elsőként egy ezeddig ismeretlen hölgy jelentkezett be élőbe. Akkor még Szalai Mónikának hívták, nevéről ugyanis csak később döntöttek véglegesen. Akkori férje után Pokrivcsákra keresztelték. Köszönöm. Ez nagyon furcsa, nagyon fura. Annyira fura magamat visszanézni tudnék. Teljesen más voltam. Tehát, mint hogyha nem is én lennék. Az RTL Klub legelső arcát, mint később kiderült, merő véletlenségből választották ki. Móni ugyanis a marketing osztályra adta be a jelentkezését. Amikor azonban megjelent a helyszínen, fantáziát láttak benne. Néhány nappal később már kezet ráztak vele Brüsszelben, és végül ő köszöntötte elsőként a nézőket. Meri vagy nem meri? A Meri vagy nem Meri hősies diadala után pedig már a híradójé volt a főszerep. Mónikával ellentétben azonban itt már kisebb volt a meglepetés. A műsorvezetőt ismertük már, talán csak az új hátterét kellett megszokni. A furcsa tojás, ha nem is ehető, de eladható, mert leginkább egy orosz matrioska babára hasonlít. Szellő Istvánnak nem sokkal a csatorna indulása előtt ítélték oda az új televízió műsorvezetői székét. Persze nem véletlenül. Az egykori párbajtőr vívó ugyanis már évek óta vezetett hírműsorokat. Pillancsunk bele például egy gyöngyszembe a 90-es évek elejéről.
Ugyanaz az arc, ugyanaz a tekintet, csak néhány évvel korábbi kivitelben. Jó estét kívánok! Göncz Árpád köztársasági elnök nemrégiben tért haza Tájföldet és Maláziát érintő útjáról. A tárgyalások leginkább gazdasági jellegűek voltak. Így az elnök kíséretéhez sok üzletember is tartozott. Szellő István műsorvezető partnere kezdetben Lács Andrea volt. Őt azonban később egy pécsi riporterlány követte a trónon. Nézzék csak! Te mit csinálsz? Verfilmet. Mindmáig legendák keringenek arról, pontosan ki is figyelt fel a pécsi körzeti stúdió munkatársára. Erős Netti akkoriban nem csak televíziózott, de a színészetet is kipróbálta. Ebben a darabban például egy ismert mű erotikus átiratát adta elő. Ez nem faják. Na. Ez egy igazi harcos. Görög lesz. Remélem nem halt meg. Az RTL Klub indulásakor aztán felbojdult az élet. Nettit a csatorna hírigazgatója Pestre hívta meghallgatásra. És mint a mesében, néhány nappal később már ott ült a jóvágású vívó fiú mellett. Ugye megmondtuk, hogy lesz közük egymáshoz. Ezentúl minden vasárnap, hétfőn és kedden Antónia vezeti a híradót. Ezen a hétvégén azonban már most átadom neki a szót. Kérem, fogadják szeretettel. Jó estét kívánok! Mint arról már többször beszámoltunk, 50 milliárd forint... És ha már a híradó házatáján járunk, ide a távirányítót, tekerjünk bele egy kicsit. Érdemes ugyanis itt maradni az időjárás jelentésre is. Az új televízió 5 évvel ezelőtt merész ötlettel rukkolt elő, félre a konvenciókkal. Megfelett tátongó ózoljuk miatt rendkívül erős az ultraibolyas sugárzás. Igaz, nem azonnal, de az indulás után egy évvel az RTL Klub új műfajt teremtett Magyarországon. A Barátok közt volt az első magyar napi sorozat, amely néhány hónap alatt csaknem az egész társadalmat meghódította. A beköltözéssel, Novák Laci viccelődésével, Misi és Eszter civakodásával, Miklós szigorú fellépésével és egy rejtélyes halálesettel a magyar televíziózás egyik legnagyobb sikertörténete indult útjára. Ha valaki azt hinné, hogy most aztán mi nyugodtan lazíthatunk, az hatalmasat téved. Én azt hiszem, hogy a felelősség most sokkal nagyobb. Az ország leggigantikusabb televíziós stúdiójában hajnaltól késő éjszakáig tart a munka. Immár 4 éve. Ha valaki esetleg mindegyik műsorra emlékezne, ezt akkor sem tudná felidézni. Ez ugyanis egy olyan heti hetes felvétel, amely soha nem került adásba, amolyan nulladik típusú találkozás, még az első házigazdájával. Ez a heti hetes, ez rájár, rájön, újra kezdem, logopédus az édesapám, ez körülbelül arról fog szólni, amiről az életünk. A kezdeti nehézségek aztán az első adásra megszűntek, ami nem az, pedig úgy volt jó, ahogy volt. Provokálunk. Mit csinálunk még? Csinálunk valamit? Egyelőre úgy néz, hogy leégünk. De hát leégünk, jó, igen. Ez pedig már az ország leghíresebb Mónikája. De ne csodálkozzanak a díszleten. Itt még keresték a műsorhoz a műsorvezetőt. Több mint 800 hölgyet próbáltak ki. Persze a végén csak egy maradhatott. A legjobb. Isten bizony, nem akarom, hogy nagyképűen hangozom, de otthon mondtam a páromnak, hogy én nem értem, hogy mit kell ennyit castingolni, hát úgyis én vagyok a legjobb. Bocsánat, de ezt mondtam tényleg. Mónika azóta túl van már a 300. felvételem, és mindenkinek üzeni, még nagyon sokáig szeretnék csinálni. És most térjünk vissza a születésnaphoz. Az ünnep alkalmából az ország, túlzás nélkül mondhatjuk, legnépszerűbb vetélkedő műsorvezetőjéhez kértünk bebocsátást. Vágó Istvánnál gyakorlatilag megelevenedik a történelem. Talán nincs is olyan játék, amelyet az elmúlt 25 évben nevezetett volna, hol nagy, hol óriási sikerrel. És persze csalódnánk, ha mindennek ne lenne emléktára. A házi videóarchívumban körülbelül úgy érzi magát az ember, mint Alíz, amikor belépett Csodaországba. Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Köszöntöm nem különben stúdiónk kiváló vendégeit! Korbuj Péter, rádióbemondó! Tamási Eszter, tévébemondó! És Kabos László, színművész! Nézd meg például, hogy hogyan helyezték el a közönséget. Hát ez nem létezik ma már. Ugye erre abszolút nem figyeltek még akkor a televíziós alkotók, és ez ment egészen sokáig. Ilyen szánalmas, szedetvedett, össze-vissza dobált díszletek között, ahogy itt a játékosok leülnek, mögötte a közönség, előre hajolnak. Szóval ez tényleg az őskor.
Vágó István, mint mondja, mindig szerette az új kihívásokat. Az elmúlt évtizedekben szinte évente vezetett újabb és újabb vetélkedőket, amelyek szinte kizárólag a műveltséggel voltak kapcsolatosak. Az RTL klubhoz 2,5 évvel ezelőtt hívták. Ekkor lett a Legyen Ön is milliómos házigazdája. Jó estét kívánok mindenkinek! Hát elérkezett az a pillanat, amikor végre elkezdődik a Legyen Ön is milliómos című műsorsorozat. A kezdetek óta tehát 5 év telt el. Az átmeneti konténervárosból azóta saját székházba települt RTL klub pedig megállás nélkül keresi az önök kegyeit. Az ország legszínvonalasabb hírstúdiójában például naponta 50 ember dolgozik azon, hogy mindig a legfrissebb hírek kerüljenek a terítékre. Az eddig levetített, körülbelül 8 kilométernyi filmszallag pedig megőrizte az elmúlt évek legmulatságosabb jeleneteit. Mielőtt bemutatnánk a Fókusz kezdeti kulisszatitkait, most ezeket tárjuk önök elé. Köszöntjük önöket, Erős Antóniának új műtörben ma töltette a fodrásznál. Nézzék, milyen klassz! Részleteket 7:30 a híradóban, így tessék. Javában folynak az előkészületek a millenniumi szilveszterre Budapesten és az ország nagyvárosaiban. Koncertek, mi a friend? Baleset szerencsére eddig nem történt, a legfrissebb hírek szerint sem. További részletek Pák Esztertől. A Forma 1-ről érkező első autósok ezekben a percekben érik el a határátkelőket. A legnagyobb forgalom este 8 és... Mára kiderült, hogy ezen a héten már senki nem utazik sehova a Yorgos Travellel. Tehát mindenki a seggén marad, az iroda leégett, papír nincs. Nem jutott eszembe semmi. Mára kiderült, hogy ezen a héten már senki nem utazhat sehova a Yorgosszal. Pedig az utasok sorban állnak a még meglévő iroda előtt, a Yorgos nem utaztat senkit, mert azt mondják... Nem tudom. Ne csinálj ilyet, akkor mondd végig, hogy mit mondom. A vesztegetéssel gyanúsított Székely Zoltán azt állítja, hogy... Hát, mit állít? Tizenhét évesen adta első interjúját, később pedig kábeltévés műsorvezetőként dolgozott. Későbbi kollégája ez időtájt agysebésznek készült. Hajmeresztő, ősségi felvételek Mars Janikorról és Batiz Andrásról. A Fókusz műsorvezetői egy osztályba jártak és együtt tanulták ki a televíziós mesterséget. Az RTL Klub indulása óta azonban nem jártak itt, volt miről beszélgetni régi tanárukkal, Vitrai Tamással. Multidézés képekben, most a Fókusz Pluszban. Mars Janikóval, Batiz Andrással és Kolosi Péterrel egy iskolapadban ültünk. Összeszorult gyomorral hallgattuk Vitrai Tamás és Horváth Ádám szavait, okítottak minket a televíziózásra. Akkor még sem ők, sem pedig mi nem gondoltunk volna arra, hogy néhány évvel később egy új televízió egyik legfontosabb műsorát bízzák majd ránk. 5 év elteltével aztán Anikóval és Andrással visszamentem Vitrai Tamáshoz. Újra diákok lettek, hogyha csak néhány órára is. Közben pedig előkerült egy nagyon mókás felvétel is, amelyen András 12 évesen a Magyar Televíziónak nyilatkozik. És kíváncsi voltam arra is, hogy hogyan élte meg Anikó édesanyja mindazt, ami a lányával történt. Lássuk tehát a Fókusz indulását, az 5 évvel ezelőtti felvételeket, mert bizony az első adás óta 1500-szor köszöntünk esténként önöknek, és körülbelül 7000 történetet mutattunk be. Mindig így csináltam, annó is. 9 évvel ezelőtt még volt miért, ma már szinte csak megszokásból szorul össze a gyomruk, ha erre járnak. Anikó és András most csak látogatóba jöttek, mégis nagy az izgalom. Nekem a gyomrom tájékán van egy olyan pici görcs-szerű jelenség, ami ahogy közeledtem, egyre terebélyesedett, ugyanis úgy éreztem, hogy elkésünk, vagy elkések, és mindig ezzel az érzéssel mentem fel a lépcsőn. De tudni kell, hogy Vitrai tanár úrtól egyetlen perces késés is végletes volt. Elárulhatjuk, hogy sem a helyszín, sem a vendéglátó nem hétköznapi. A Fókusz műsorvezetői egykori iskolájukba érkeznek. Ezek között a falak között ismerkedtek meg a kamerával, a mikrofonnal, és mindennel, ami a televíziózással kapcsolatos. Első útjuk is ide, a bejárattal szembeni stúdióba vezet. Ha lehet ezt mondani, ez volt a vesztőhely. Annyit izzadtunk itt, annyit szenvedtünk itt, annyit szerettük volna itt bebizonyítani, hogy mi valamennyire is rátermettek vagyunk, és el tudunk mondani 3 értelmes mondatot egymás után. Persze, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen. De hát igaza volt az egyik fiatalnak, aki most ide jár, hogy itt semmi sem változik. Hál' Istennek. Most azonban ne időzzünk sokáig, 10-re ígérkeztünk, a tanár úrtól pedig nem szabad elkésni.
Izgultam. Jól elcsíptek? Izgulás van. Tudom, nem tudom elmondani neked, majd meglátod. Andris? Nem vagyok a kamerához szokva. Mihez képes? Nem ígértük pontosan, direkt. Hát egy pusziában esetleg. Nem mindenki történek puszi, de operatőr kívánja az ágányos. Anikó és András 4 éven át koptatták itt a padokat. Mint kiderül, Holló Mártival és Kolosi Péterrel együtt. Ők voltak az első generáció. Még a Magyar Televízióban volt egy műsor, kulturális híradó, és először vezettem be a műsort. Hát tényleg nagyon esetlen volt, de hát reménykedtem benne, hogy a tanár úr valami jót is fog rá mondani. Betettem a kazettát, itt ült az egész osztály, elindítottuk, 2 mondatot mondtam körülbelül, de ha mondjuk nem akarok hozni 2 felkonferáló szöveget, és akkor azt mondta a tanár úr, hogy ő ezt inkább nem minősítené. Arra emlékszem az Andrisról, hogy ha valami nem sikerült neki, elkezdte mondani, és akkor abba hagyta, és azt mondta, hogy úristen, de hülye vagyok. És abba hagyta. Emlékszik? Nem is egyszer volt. És hogy a mester mit szól Anikóék pályafutásához, nem sokára megtudjuk. Előtte azonban nézzük át, hogyan is születhetett meg a fókusz. A Sütő utcai általános iskolában ma délután minden bizonnyal a legszebb dísztermet adták át felújítva a pesti nevóknak. És hogy milyen? 1864-ben épült klasszicista stílusban. A lámpa, a csillár és a falikarok régebben gázzal működtek, most a gázt a villany helyettesíti. Kérem, hogy nézzék meg jól ezt a lelkes kisfiút, amit éppen általános iskolájáról tart kis előadást. Ha nem ismernék őt meg, segítünk egy kicsit. Adjunk hozzá 15 évet, és már is könnyebb lesz. A parketta kőris és bükkből tevődik össze, és a mögöttem látható gázkazán, gázkandalló a németországi Aachenből került ide, hogy melegítse is, és tisztítse is a termet. Az imént látott lelkes napközist bizony Batiz Andrásnak hívják, és 12 évesen ez volt élete első televíziós szereplése. Én 5-es vagyok, és nagyon örülök, hogy ezt a szép dísztermet ma adják át, és még 3 évig én is használhatom. Hihetetlen örömmámorban úsztam, hát akkor a Magyar Televízió híradójában szerepelni, ez egy félelmetes nagy siker volt, ahogy hazaértem, rögtön mondta, sőt, talán már a Batthyány téről felhívtam őket telefonon, hogy képzeljék el, mi történt. Hazaértünk, együtt izgultuk végig a híradót, és utána meg csak vártuk a családi telefonokat. Később aztán András a Színház és Filmművészeti Főiskolára jelentkezett, ahol a rendezői szakot szemelte ki magának. Ennek ellenére boldogan vállalta a műsorvezetői gyakorlatokat is. Íme egy példa 1993-ból. Egy hónapja folyik itt az oktatás, és kíváncsi lennék, hogy a tanár úrnak milyen a viszonya az osztállyal, hogy érzi magát itt az osztályban. Marsi Anikó viszont egy iskolai röplabda versenyen hívta fel magára először a figyelmet. Majd 1 órakor kezdődik a döntő, ami hát remélem, hogy a válogatott javára fog eldőlni. A csapatunk színvonalát inkább a fiúk viszik. Hát persze a lányok is ügyesek, kivéve engem. Anikó ekkortájt itt, ebben a szolnoki lakásban nevelkedett nővérével együtt. Ma is gyakran jár haza, mint mondja, ha tanácsra vagy csak egyszerűen jó szóra van szüksége, legelőször is édesanyjától kér segítséget. Ami azt hiszem leginkább engem megkap, az, hogy ő az én, hogy megragad, érzelmileg érint, az, hogy ő az én kislányom. És nem úgy, hogy ő a tévénél dolgozik és ott szerepel. Ő az én gyerekem akkor is, ha a tévében van, ő az én aranyos kislányom akkor is, ha nem ott van, itthon van, és én ugyanúgy szeretem, és ugyanolyan szemmel nézem ott is, mint amikor hazajön, és ugyanúgy szeretem. Mama annyira szép, és annyira jó, hogy őt nem lehet utánozni, még örökölve sem. Azt hiszem, ez a legnagyobb baj. De nagyon szép, amit mondtál. És hogy Anikónak valóban helye volt a magyar televíziózásban, legyen bizonyság, ez a búcsúzáskor előkerült 82-es évjáratú tájékoztató füzet, amelyet még alsóból sikerült megmenteni az utókor számára. Szókincse gazdag, választékos, hangereje jó, beszédtempója azonban esetenként vontatott.
Anikó első komolyabb televíziós megbízatása egy óbudai kábel-tévé részéről érkezett, amelynek ő boldogan tette leget. Őszintén szólva, ez a mai adás mi számunkra is kísérlet a művészettel, ugyanis sem Péter, sem jó magam nem vezettünk még élő 3 órás műsor. Később aztán, kikerülvén az Alma Materből, a korábban már említett osztálytársak lázas munkába kezdtek, majd amikor az RTL Klub elindult, összeálltak, hogy egy új műfajt teremtsenek Magyarországon. 1997. október 27-én elindult a Fókusz. Ami az amerikaiaknak a Golden Gate, az nekünk a Veszprémi viadukt, az öngyilkosok mekkája. Egy héttel később pedig megismerhettük András váltótársát, és ezzel a Fókusz női műsorvezetőjét. Elvitték a földön kívüliek, és azóta kiválasztottként él. Kezei alatt eltűnnek a daganatok, behegednek a sebek, és a fájdalom a múlté. Van, aki Istennek, van, aki pedig csalónak tartja. A főnök, vagyis a főszerkesztő a főiskolai osztálytárs Kolosi Péter lett. Negyedik kollégájuk pedig Holló Márti, a szerkesztői feladatokat látta el. Nem sokkal később azonban útjára indult a Fókusz Plusz is, amely kezdetben a hét legérdekesebb filmjeit foglalta össze. Jó estét kívánok, ez itt a Fókusz Plusz vasárnap este Holló Mártával. És Kolosi Péterrel. 4 évvel később aztán Pétert az RTL Klub programigazgatójának választották, és ő ekkor elhagyta az egykori csatahajót. Ugyanazt éreztem, mint annak idején, amikor elindult a Fókusz, és 21 néhány évesen megkaptuk az ország egyik legnagyobb televíziójának, egyik legfontosabb műsor idejében induló napi műsorát, amit létre kellett hozni, és utána üzemeltetni kellett. És nagyon nagy kihívás volt ez. Pláne azzal a néhány éves tapasztalattal, ami volt, de hát semmiképpen nem sok évtizedes tapasztalattal. Kicsit ugyanezt éreztem akkor is, amikor, vagy nem is kicsit, nagyon ugyanezt éreztem akkor is, amikor programigazgatónak neveztek ki. Akkor, vagyis 1 évvel ezelőtt, közös megegyezéssel Márti lett a főnök. Én nagyon megijedtem, tehát én így ültem, és mondtam, hogy nem tudok olyan lenni, mint a Péter, és nagyon jól csinálta, és én nem akarlak szembe dicsérni, nem azért ki mondom, de nem, de így ültem ennél az asztalnál, és így kapartam a fejemet, és így gondolkoztam, és így kétségbe voltam esve. Ez a 4 év együtt töltött munka, ez nekem egyértelművé tette, hogy főszerkesztői szerepben, ha én nekem el kell mennem, akkor az én javaslatom mindenképpen az lesz, hogy a Márti legyen a főszerkesztő. A Fókusz 5 éves történetéről persze szó esett a főiskolán is, ahol a két egykori diákot azonnal megrohanták a leendő kollégák. András és Anikó állták a rohamot, mi pedig közben megszöktünk, hogy megkérdezzük az egykori tanítómestert. Mindenről mi az ő véleménye. Tetszik-e a műsor, a Fókusz, vagy nem tetszik? Akár tetszik, akár nem tetszik, akár néha tetszik, néha nem tetszik. Én erre büszke vagyok. Szoktam is ezzel hencegni, hogy én ugyan nem, de gyerekeim azok mind óriás plakáton vannak. Végezetül pedig ismerkedjenek meg az RTL Klub legújabb és minden bizonnyal legfiatalabb sztárjaival. Márkkal és Zsófival, akik mától kezdve 1 hónapon át itt lesznek velünk, hogy együtt ünnepeljék saját születésnapjukat. Az 5., vagyis az egyik legfontosabbat. Kinek van még fülinapja októberben? Tudják, a születésnap örömére önök dönthetnek arról, hogy holnap mi legyen az esti film. Az eddigi szavazatok alapján, mert hogy szavazni lehetett, ahogy láthatják nem sokára a diagramot, a Meseautó vezet 44%-kal. A Szóljatok a Köpcsösnek című film eddig 14%-ot kapott, de szoros a verseny, mert második helyen a Dante Poklán 42%-kal. De a szavazás még nem zárult le, telefonáljanak, valamint az interneten is voksolhatnak. Jövő héten folytatódik a születésnap, a Fókuszban az aktualitások mellett nagyon régi, évekkel ezelőtti történeteket is bemutatunk majd önöknek. Most pedig mindjárt kiderül, ki lesz a Való Világ Villa utolsó lakója. Jó szórakozást, viszontlátásra! Audrey Hepburn ruháit is a híres francia divattervező Givenchy tervezte. Exkluzív beszélgetés a mester francia otthonában és Givenchy magyarországi akciója hétfőn este a Fókuszban.